Förtelmes idő volt már harmadik napja. A háború második ősze. Az első sikeres év után most kezdődtek a kudarcok. A Kárpátokban összevont 8. Brusilov hadsereg arra készült, hogy leereszkedik a szorosokból és betör Magyarországra. De ehelyett hátrált, szívta magába az általános visszavonulás. Hátráltunk ki Galíciából, amit már a hadicselekmények első hónapjaiban elfoglaltunk. Zsivago doktor, akit azelőtt Jurának hívtak, most pedig egyre többször szólították a keresztnevén, meg az apja nevén, a nőgyógyászati klinika szülészeti pavilonjának a folyosóján állt, szemben annak a korteremnek az ajtajával, ahová a feleségét, Antonina Alexandrovnát fektették, akit most hozott be. Elbúcsúzott tőle. Várta a szülésznőt, hogy megbeszélje vele, mi módon fogja értesíteni szükség esetén, és hogyan érdeklődhet nála a Tonya, hogy léte felől. Sietett, ment volna vissza a kórházba, és előbb még két beteget is meg kellett látogatnia, és csak hiába vesztegeti a drága időt, bámulja a felcsíkozású esőt, amelyet tör és hajlít a rohamokban támadó őszi szél, ahogy a kalász döngeti a szilája a vihar a mezőn. Még nem volt egész sötét. Yuri Andrejevics szeme felfedezte a klinika kis hátsó udvarait, a lányrét villáinak üvegezett teraszait, a kórház egyik pavilonjának hátsó bejáratához vezető villamos sín elágazást. Vihasztalanul ömlött az eső, se nem erősödött, se nem gyengült, úgy tetszett, a haragos szél a földre zúduló víz szemtelenségétől olyan ingerült. Tépték a szélruhamok a vadszőlő hajtásait, amivel az egyik terasz be volt futtatva, mintha tövestül ki akarta volna tépni a szél, felemelte rászta a levegőben, és utálattal lehajította, mint az ócskarongyot. Egy két vagont vontató motorkocsi gördült el a terasz mellett a klinikához. Sebesülteket raktak ki belőle, és vitték be őket a klinika épületébe. A képtelenül, különösen a Lucki hadművelet óta túl zsúfolt moszkvai kórházakban már a lépcsőfordulókra és a folyosókra fektették a sebesülteket. A városi kórházak túl zsúfoltsága már a női osztályokon is kezdte éreztetni a hatását. Yuri Andrejevics hátat fordított az ablaknak és ásított. Fáradt volt, nem volt gondolata, de egyszerre eszébe jutott, hogy a napokban meghalt egy nőbeteg a Szent Kereszt felmagasztalása kórházban, ahol dolgozott. Ő azt mondta, hogy galantféreg van a májában. Mindenki vitatkozott vele. Ma fogják boncolni. A boncolás feltárja az igazságot. Csak hogy a kórházuk korboncnoka megrögzött alkoholista. Isten tudja, mire megy vele. Gyorsan besötétedett. Már semmit se lehetett látni az ablakból, mintha varázspálca intésére minden ablakban kigyulladt a fény. Egy kis előtéren keresztül, amelyen a kórtermet a folyosótól elválasztotta, kijött Tonyától a főorvos, egy nőgyógyász masztodon, aki bármit kérdeztek tőle mindig, csak felnézett a mennyezetre, és vállat vont. Az ő jelbeszéd nyelvén ez azt jelentette, hogy bármi hatalmasak a tudomány eredményei. Több dolgok vannak földön, és egen, Horáció, melyek előtt megtorpan a tudomány. Elment Yuri Andrejevics mellett, mosolyogva meghajolt, úszó mozdulatokat végzett, két puha kövér kezével jelezze, hogy várni kell, meg kell nyugodni, és indult tovább a folyosón a városszoba felé rágyújtani. Ekkor kijött Yuri Andrejevicshez a szófukar nőgyógyász asszisztens nője, aki beszédességében tökéletes ellentéte volt a főnökének. Én a maga helyében hazamennék, majd holnap telefonálok a Szent Kereszt felmagasztalásába, alig ha kezdődik előbb. Biztosra veszem, hogy normális szülés lesz, nem lesz szükség mesterséges beavatkozásra, de másfelől kissé keskeny a medence, kettes hátsó kupunya fekvésben van a magzat, nincsenek fájások, csekély az összehúzódás, ez némi aggodalomra ad okot. Különben korai lenne jóslásokba bocsátkozni. Minden attól függ, hogy fogja kidolgozni a tolófájásokat, ha megkezdődik a szülés. De ezt majd meglátjuk. Másnap telefonált a kórházi portás, jött a telefonhoz, azt mondta,
Ne tegye le a kagylót, elment érdeklődni, vagy 10 percig hagyta kínlódni, majd a következő bárdulatlan és hiányos felvilágosítást adta. Mondd meg, azt mondják, hogy korán hozta be a feleségét. Haza kell vinni? Jurij Andrejevics dühbe gurult, és követelte, hogy hívjanak oda a telefonhoz egy jobban értesült szemét. Csalókák a tünetek, mondta a nővér. Csak ne aggódjon a doktor úr, még 1-2 napig türelemmel kell lennie. Harmadnap megtudta, hogy éjszaka megkezdődött a szülés. Hajnalban elment a víz, és reggel óta nem szűnnek az erős fájások. Lélekszakadva rohant a klinikára, és ahogy a folyosón ment, a véletlenül félig nyitva hagyott ajtónát meghallotta Tonya szívet típő sikolyait. Úgy sikoltozott, mint akinek kezét lábát levágta a vonat, és úgy húzzák ki a kerekek alól. Nem mehetett be hozzá. Vérig kiharapva behajlított ujját, ellépett az ablaktól, ahol ugyanúgy patakzott a ferde eső, mint tegnap és tegnap előtt. Kijött egy ápolónő a kórteremből. Kihallatszott az újszülött nyivákolása. Túl van rajta, túl van rajta! Hajtogatta magában örömmel Jurij Andrejevics. Fia van, kisfiú. Rendben folyt le a szülés, mondta éneklő hangon az ápolónő. Most nem lehet, majd megmutatjuk, ha eljön az ideje. Szép ajándékot kell venni a szülőanyának. Megszenvedett. Az elsővel mindig megkínlódnak. Túl van rajta, örvendezett Jurij Andrejevics. Nem is értve, mit mondott az ápolónő, az se, hogy szavaival őt is a történtek résztvevőjévé avatta. Különben, hát mit tett ő? Apa, fiú, nem tudta, miért lenne büszke erre az ingyen kapott apaságra. Nem érzett semmit ez iránt, az égből potyant állapot iránt, hogy neki fia van. Ez kívül esett a tudatán. Tonya volt a fontos. Tonya, akit halálos veszedelem fenyegetett, és szerencsésen megúszta. Volt egy betege a klinika közelében. Benézett hozzá, és egy fél óra múlva visszatért. Mindkét ajtó a folyosóról az előtérbe vezető, és az előtérből a kórterembe vezető megint csak félig nyitva volt. Jurij Andrejevics maga se tudva, mit csinál, besurrant az előtérbe. Mintha földből nőtt volna ki, ujjait szétterpesztve elébe állt, a fehér köpenyes nőgyógyász masztodon. Hova megy? Állította meg ziháló suttogással, hogy az anya meg ne hallja. Megbolondult? Seb, vér, fertőzés. A lelki megrázkutatásról, nem is beszélve. Jó vicc? Egy orvos? Én nem is, csak fél szemmel. Innen az ajtónyílásból. Az más. No jó, de nehogy aztán vigyázzon. Ha meglátja a felesége, agyonvágom, megnyúzom. Két köpenyes nő állt a teremben háttal az ajtónak. A szülésznő, meg a csecsemőgondozó. A csecsemőgondozó nő kezében egy nyűszítő zsenge emberi ivadék erőlködött, összehúzódott és kinyújtózott, mint egy darab sötétvörös gumi. A szülésznő a köldökét kötötte le, hogy elválassza a gyereket a mélepénytől. Tonya a terem közepén feküdt, felemelhető betétes műtőágyon. Elég magasan feküdt. Jurij Andrejevics izgalmában mindent felnagyított, úgy rémlett neki, hogy Tonya körülbelül olyan írópulpitus magasságban fekhet. Tonya közelebb a mennyezethez, mint ahogy a halandók fekszenek. A sokat szenvedtek. Szenvedettek párájában úszott, mint egy gőzölgött a kimerültségtől. Úgy magaslott a kórterem közepén, mint öbölben a nemrég kikötött és kirakott bárka, amely átkelt a haláltengerén az életkontinensére, a nem tudni honnan ideköltöző új lelkekkel. Az imént tett partra egy ilyen lelket, és most a horgonyon nyugodva, megkönnyebbült bensejének egész ürességével pihen. Vele pihent, megviselt és elnyűjt kötélzete és héj lemeze és a feledése, kihúnyó emlékezete, amelyből kihult, hogy hol volt nem régen, mit úszott át és hogyan kötött ki. És minthogy senki se ismerte annak az országnak a földrajzát, amelynek zászlaja alatt kikötött, azt se lehetett tudni, milyen nyelven kell szólni hozzá. A szolgálati helyén egymás szavába vágva gratuláltak Jurij Andrejevicsnek. Milyen hamar megtudták, csodálkozott. Bement az osztályvezető orvos szobájába, amelyet kocsmának vagy szemétgödörnek hívtak, mert a kórház túlzsúfoltsága okozta helyszűke miatt
Most is vetkőztek le, sárcipőben jöttek be az utcáról, ott hagyogattak oda nem tartozó tárgyakat, amelyeket más helyiségekből hoztak át. Tele szemetelték cigaretta véggel, meg papírral. Az orvosi szoba ablakában ott állt a püffet korboncnok, és a fény felé tartva egy fiolát, valami zavaros folyadékot nézegetett a szemüvege felett. Gratulálok, mondta, de továbbra is abba az irányba nézett, egy pillantásra sem éltatva Júri Andrejevicset. Köszönöm. Jól esik. Ne köszönje. Én nem tehetek róla. Picsus kimboncolta, de mindenki meg van döbbenve. Galantféreg. Ez aztán a diagnoszta, mondják. Mindenki csak erről beszél. Ekkor bejött a szobába a kórház főorvosa. Üdvözölte mindkettőjüket, és ezt mondta. Figyelj el az ördög! Átjáróház, nem orvosi szoba, micsoda rendetlenség! Ja, igen, zsivagó, képzelje, kalandféreg! Tévedtünk! Gratulálok! Aztán meg baj van. Megint felülvizsgálják a maga korosztályát, ezúttal nem fogjuk tudni megvédeni magát. Szörnyű hiány van katonaorvosban. Muszáj lesz puskaport szagolnia. 6. Egy csipovék várakozásukon felül jól berendezkedtek Jurjetyinban. Gicsárdékra jó szívvel emlékeztek az ottaniak. Ez megkönnyítette Larának, hogy gyökeret verjenek az új helyen. Lara tele volt munkával és gonddal. Rajta volt a ház, meg 3 éves kislányuk, Katyánka gondja. Akárhogy igyekezett a vöröshajú marfutka, aki Antyipovéknál szolgált, csak kevés volt az ő segítsége. Larisa Fyodorovna részt vett Pavel Pavlovics minden dolgában. Maga is tanított a lengimnáziumban. Megállás nélkül dolgozott és boldog volt. Ez volt az az élet, amiről álmodott. Szeretett itt Jurjetyinban. A szülővárosa volt. A széles Ríma folyó partján épült, amelynek középső és alsó folyása hajózható volt, és átment rajta az uráli vasúti hálózat egyik vonala. Jurjetyinban azt jelezte a tél közelettét, hogy a csónakokat szekérre rakták, és felvitték a folyóról a városba. Ott aztán Kiki az udvarába tette. A szabad ég alatt teltek ki a csónakok. Az udvarok végében fehérlő, felfordított csónakok a földön ugyanazt jelentették, amit máshol, a darvak őszi költözése, vagy az első hó. Állt egy ilyen csónak az Antyipovék bérelt házának, az udvarában is, festett fehér fenekével felfelé, és Katyánka úgy játszott alatta, mintha kerti kioszk domború teteje alatt játszana. Larának tetszettek a világvégi helyszokásai, tetszett a sok ó hangot ejtő, északi tájszólásban beszélő helyi értelmiség, amely nemez csizmában és meleg szürke flanel kacabajkában járt. Larát vonzotta a föld, vonzották az egyszerű emberek. Furcsa mód, a moszkvai vasúti munkás fia Pavel Pavlovics viszont megrögzött főváros lakónak bizonyult. Ő sokkal szigorúbbnak ítélte meg a jurjetyiniakat, mint a felesége, ingerelte a vadságuk és a neveletlenségük. Most utólag kiderült, hogy rendkívül sokat meg tudott szerezni, és meg tudott tartani abból a tudásból, amit a felületes olvasásból merített. Nagyon sokat olvasott azelőtt is, részben Lara segítségével. A kisvárosi magány éveiben úgy meggyarapodott a könyvből szerzett műveltsége, hogy már Lara se volt elég tudós neki. Kiemelkedett tanárkollégái közül, és panaszkodott, hogy megfulladt köztük a háborús időkben általános, kincstári és némileg vaskalapos hazafiságuk nem egyezett azokkal a bonyolultabb érzésformákkal, amelyeket Antyipov enemben táplált. Pavel Pavlovics végzettsége szerint klasszika filológus volt, latint és ókori történelmet tanított a gimnáziumban, de a valahai reáliskolában egyszer csak felébredt a régen elfojtott szenvedély a matematika, a fizika és általában az exakt tudományok iránt. A maga erejéből egyetemi színvonalú tudást szerzett ezekből a tárgyakból. Arról ábrándozott, hogy az első adandó alkalommal
levizsgázik belőlük a közigazgatási székhelyen, átnyergel valami matematikával kapcsolatos foglalkozásra, és áthelyezteti magát Pétervárra. A megfeszített éjszakai munka megtámadta az egészségét. Álmatlanság jött rá. A feleségével jól megvolt. Csak egy kicsit bonyolult volt a kapcsolatuk. Lara folytogatta a jóságával, a gondoskodásával, ő pedig nem engedte meg magának, hogy bírálja. Tartott tőle, hogy akár legártatlanabb megjegyzésében is esetleg valami rejtett szemrehányást élhet felfedezni, mondjuk arra vonatkozóan, hogy Larának kék vére van, neki meg piros, vagy hogy Lara ő előtte más, mert másé volt. Ez a félelem, hogy Lara még meggyanúsíthatja valami igazságtalan és sértő badarsággal. Mesterkértséget vitt az életükbe, igyekeztek nagy lelkűségben túltenni egymáson, és ez mindent megnehezített. Vendégek voltak Antyipovéknál, Pavel Pavlovics néhány tanártársa, Lara gimnáziumának igazgatónője, egyikük annak a választott bíróságnak a tagja, amely előtt Pavel Pavlovics egyszer békítőként szerepelt, és még mások. Pavel Pavlovics nézete szerint valamennyien tökpelyek és ostoba libák. Csodálkozott, hogy Lara milyen szívélyes mindegyikükkel. Nem hitte, hogy bármelyikük is őszinten tetszett neki. Mikor elmentek a vendégek, Lara sokáig szellőztetett, kiseperte a szobát, marfutkával elmosogatott a konyhában. Aztán meggyőződve róla, hogy Katyenka jól be van takarva, és Pavel alszik, gyorsan levetkőzött, eloltotta a lámpát, és befeküdt az ágyba a férje mellé, olyan magától értetődő természetességgel, mint anyja mellé a gyermek. De Antyipov csak tette, hogy alszik, nem aludt. Az utóbbi időben szokásosá váló álmatlansága jött rá. Tudta, hogy még 3-4 óráig így fog hánykolódni ébren. Csöndesen felkelt, alsó ruhában, bundában és sapkában kiment az utcára, hogy kisétálja magának az álmot, és túladjon a vendégek hagyta a dohánybűzön. Fagyos, tiszta őszi éjszaka volt. Egy hiphop lába alatt csikorogva mozsálódtak el a vékony jéglemezek. A csillagos ég, mint a spirituszlán kék ingó fénnyel világította meg a fekete földet, a fagyos sárrögöket. A kikötővel szemben lévő városrészben volt az a ház, amelyben Antyipovék laktak. Az utolsó az utcában. Utána már a mező jött. Azon ment át a vasútvonal. A pálya mellett bakterház állt. Átjáró vezetett át a síneken. Antyipov leült a felfordított ladikra, és felbámult a csillagokra. Aggasztó erővel ruhanták meg azok a gondolatok, amelyekhez hozzászokott már az utóbbi években. Úgy érezte, előbb vagy utóbb úgyis végig kell gondolnia őket, és legjobb, ha már ma megteszi. Ez így nem mehet tovább, gondolta. De hiszen lehetett ezt már hamarabb is sejteni, későn kapott észbe. Miért engedte meg Lara, hogy úgy csodálja őt, mint egy gyermek, és csinált belőle azt, amit ő akart? Ő neki miért nem volt annyi esze, hogy idejében lemondjon Laráról, mikor ő maga erőltette a dolgot az esküvőjük előtti télen? Hát nem látja, hogy Lara nem őt szereti, hanem a maga nemes feladatát, a maga megtestesült hőstettét szereti benne? Mi köze van ennek a lelkes és dicséretes missziónak az igazi családi élethez? És a legrosszabb, hogy egész nap úgy szereti, mint régen, észpontúan szép, vagy lehet, hogy ez nem is szerelem ő benne, csak hálás zavar, hogy olyan szép és nemes lelkű. Jaj, hát ki ismeri itt ki magát? Ebbe még az ördögnek is beletörik a bicskája. Mit lehet itt tenni? Szabadítsa meg Larát, meg Katyengát ettől az álságtól. Az még fontosabb lenne, mint hogy magam megszabaduljon tőle. Igen, de hogy? Váljanak el? Ugorjon vízbe? Fúj, micsoda undokság! Jött zavarba. Úgyse lennék rá képes. Akkor meg minek megnevezni ezeket a hatásvadászó ocsmányságokat, még ha csak gondolatban is. Nézte a csillagokat, mintha tőlük kérne választ. A csillagok ragyogtak, hol sűrűbben, hol ritkábban, nagyok és aprók, kékek és szivárványos színjátszók. Hirtelen elhomályosítva fényüket, éles szaladó fény világította meg az udvart, a házat, a ladikot.
A rajta ülő annyi povott, mintha valaki égő fákját csóválva futott volna a mezőről a kapuhoz. Egy nyugatra tartó katonavonat haladt el a vasúti átjárónál, tűzzel átszőtt sárga, füstgomolyokat lökve az égre, ahogy számtalan elment már erre éjjel és nappal tavaly óta. Pavel Pavlovics elmosolyodott, felállt a ladikról és bement aludni. Megvolt az áhított megoldás. 7. Larisa Fyodorovnának elállt a lélegzete, és először nem is hitt a fülének, mikor tudomást szerzett pasa elhatározásáról. Ostobaság, a soros hobort, gondolta. Nem kell jelentőséget tulajdonítani neki, majd elfelejti. De kiderült, hogy már 2 hete az előkészületeken dolgozik a férje, az iratai a sorozó helyen vannak, a gimnáziumban ott a helyettese, és Omszkból megérkezett az értesítés, hogy felvették az ottani katonaiskolába. Elérkezett az elutazás napja. Lara úgy jajveszékelt, mint akármelyik egyszerű fehér nép, megragadta Antyipov kezét, úgy könyörgött neki. Pasa, pasenka, kire hagysz bennünket, engem meg Katyankát? Ne menj el! Ne menj el! Még semmi se késő, én mindent helyrehozok, hiszen tulajdonképpen még az orvosnál se voltál. Ezzel a szívvel, hogy szégyelled? És azt, hogy valami őrületért feláldozod a családodat, azt nem szégyelled? Önkéntesként, világ életedben gúnyolódtál azon a rossz ízlésű rogykán, és most egyszerre megirigyelted. Kedved szottyant neked is karcsörtetni, katonatisztet játszani. Mi van veled, pasa, nem ismerek rád? Kicseréltek vagy, bolond gombát tettél? Könyörgök, mondd meg őszintén, Krisztus szerelmére, beszajkózott mondatok nélkül, hát ez kell Oroszországnak? Hirtelen rájött, hogy egyáltalán nem erről van szó. Részleteiben nem tudta átlátni, de a lényeget megértette. Kitalálta, hogy patúja félre magyarázza azt, ahogy a nő bánik vele. Nem méltányolja azt az anyai érzést, ami az ő iránta való szerelmében belevegyül. És nem sejti, hogy az ilyen szerelem több, mint a nők mindennapos szerelme. Ajkába harapott és összehúzockodott belülről, mint akit összevertek. Nem szólt egy szót se, és némán nyeldesve könnyeit nekiállt, hogy felkészítse az útra a férjét. Mikor pasa elutazott, Larának úgy rémlett, hogy az egész városban csend lett, és még az égen is kevesebb varjú száldos. Nagyságos asszony, szólongatta hiába Marfutka. Mama, mama, pöntjökte vég nélkül Katyánka, a ruhája ujját ráncigálva. Ez volt élete legnagyobb veresége. Legszebb, legragyogóbb reményei omlottak össze. A Szibériából érkező levelekből tudott mindent a férjéről. Hamar kitisztult az agya, nagyon vágyódott a felesége is a lánya után. Néhány hónap múlva idő előtt zászlóssá léptették elő, és épp oly fáradtlanul útnak indították a harcoló seregbe. Jurjatyin irányában, de messze tőle utazott, és igen nagy sebességgel Moszkvában annyi ideje se volt, hogy bárkivel találkozzon. Már a frontról jöttek a levelei élénkebbek, és nem olyan szomorúak, mint az Omszki iskolából. Antyipov szeretett volna kitűnni, hogy jutalmul valami haditettéért, vagy egy könnyű sebesüléssel haza kéreckedjen szabadságra a családjához. Kínálkozott az alkalom, hogy kitüntesse magát a nemrég végrehajtott áttörés után, amely a későbbiekben Brusilov áttörés néven vált nevezetessé, a hadsereg támadásba lendült, nem jött több levél Antyipovtól. Eleinte Lara nem nyugtalankodott. A sűrű-sűrű hadmozdulatokkal magyarázta a pasa hallgatását, még azzal, hogy menetelés közben nem lehet írni. Őszre megtorpant a hadsereg, de Antyipovról továbbra se volt semmi hír. Lara nyugtalankodni kezdett és érdeklődni, először otthon, Jurjatyinban, aztán postán, Moszkvában és a fronton, és a pasa egységének régi tábori postaszámán. Sehol se tudtak semmit, sehonnan se jött válasz. Mint a mennyében, sok jótékonysági hölgy, Larisa Fyodorovna már a háború kezdete óta segített, ahogy tőle telt a Jurjatyinyi Zemszva kórház mellett létesített hadikórházban.
Most komolyan nekilátott az orvostudomány alapismereteinek, és letette a kórházban az irgalmas nővéri vizsgát. Ebben a minőségében elkéreckedett a gimnáziumból egy fél évre a Gyuri atyinyi lakást. Marfutka gondjaira bízta, fogta Katyánkát és Moszkvába utazott. Ott elhelyezte a lányát Lipocskánál, akinek a férje Friesennek német alattvaló lévén más polgári foglyokkal együtt Ufában volt internálva. Lara, látva, hogy messziről hiába kutat, nincs eredménye a kereskélésnek, elhatározta, hogy átteszi székhelyét oda, ahol nem régiben lezajlottak a hadműveletek. Ezért beállt ápolónőnek egy kórház vonatra, amely Liszka városának érintésével mező laborcba indult a magyar határra. Így hívták azt a helyet, ahonnan Pasa az utolsó levelét írta. 8. Megérkezett a frontra a hadosztálytörzshöz az ő fürdővonat, amit a Tatjana nagyhercegnő megbízásából működő sebesültség helyező bizottság alakozóinak pénzéből szereltek fel. A rövid, nem valami szép fűthető tehervagonokból összeállított vonat személykocsijában közéleti személyiségek is érkeztek Moszkvából, ajándékokat hoztak a közkatonáknak és a tiszteknek, köztük volt Gordon. Megtudta, hogy a hadosztálykórházat, amelyben az ő gyerekkori barátja Zsivago dolgozik, egy közeli faluban helyeztek el. Gordon szerzett engedélyt, mert anélkül nem lehetett mozogni a front övezetben. Fogta az igazolványt és elment meglátogatni a barátját egy arrafelé induló melhakocsin. A belorusz vagy litván kocsi is rosszul beszélt oroszul. A kémrögeszmétől való félelem előre tudható kincstári mintára simította minden szavát. Ezek a tüntetően kormányhű beszédek nem igen kedveztek a társalgásnak. Az út javarészében hallgatott kocsis és utasa. A törzsnél, ahol megszokták, hogy egész hadseregeket helyeznek ide-oda, és 100 versztákban mérték a távolságot, megnyugtatták, hogy az a falu ott van valahol a szomszédban, vagy 20-25 kilométerre. Valójában több mint 80-ra volt. Az ő menetirányukhoz képest balra egész úton barátságtalanul morgott és dübörgött a láthatár. Gordon soha se látott földrengést, de úgy ítélte meg a dolgot helyesen, hogy az ellenséges tüzérség rosszkedő és ilyen messziről alig kivehető mormogása leginkább a földökésekhez és a vulkáni mozgás dübörgéséhez hasonlítható, mikor beestezedett, rózsaszín, remegő fény lobbant fel arrafelé az ég alján, és egész reggelig ki nem hunyt. Lerombolt falvak mellett vitte el Gordont a kocsi, egy részüket elhagyták lakóik, volt, ahol mély, föld alatti vermekben találtak menedéket az emberek. Az ilyen falvak törmelék és törtkő rakásokból álltak, amelyek ugyan olyan rendben sorakoztak, mint annak idején a házak. Ezek a kiégett településeket egy pillantással végtől végig lehetett látni, mint a növénytelen sivatagokat. Felszínükön tűzkárosult öregasszonyok turkáltak, kiki a maga hamuhalmán, minduntalan kiástak valamit a pernyéből, és eldugták valahova, úgy érezték, nem érhet el hozzájuk idegen pillantás, mintha még most is körülöttük lettek volna a falak. Felnéztek Gordonra, és utána néztek, mintha azt kérdeznék a pillantásukkal, hogy vajon mikor tér már észre a világ? Mikor lesz megint nyugalom és rend az életben? Éjszaka lovas járőrrel találkoztak, utasították őket, hogy forduljanak vissza, térjenek le a főútról, és dűlő utakon kerüljék meg ezt a helyet. A kocsis nem ismerte az új utat, vagy 2 óra hosszat bolyongnak hiába. Víradat előtt megérkezett az utas a szekéren a megfelelő nevű helységbe. Ott hírét se hallották a kórháznak. Hamar kiderült, hogy 2 egyforma nevű falu van a környéken. Ez meg amit keresnek. Reggelre célhoz értek, míg Gordon kocsizott, be a kertek alján a gyógyszertári Kamilla, meg jótszabban arra gondolt, hogy
nem éjszakázik zsivagóval, hanem vele tölti a napot. Este pedig visszamegy arra a vasútállomásra, ahol a társai maradtak. Úgy alakultak a körülmények, hogy több mint egy hétig ott ragadt.